Ha minden a tervek szerint történik, jövő tavasszal költözik Szekszárdon a megyei könyvtár. Vies Gyula könyvtárnak 360 ezer dokumentuma van a leltárban. Ezzel készülünk átköltözni a Tudásközpont épületébe. Az épület augusztus óta kész. Az építkezés vezető záév emberei, szakemberei már levonultak a terepről. Most folyik éppen a könyvtár bútorzatának a beszerelése, hasonlóan a levéltár bútorzatához. Ugye ez alapvetően két dolgot jelent, egyrészt az összes irodát felszereljük a munkavégzéshez használatos eszközökkel, asztalokkal, szekrényekkel, technikai felszerelésekkel, illetve hát ami nálunk a legnagyobb tétel, a közösségi terekben a könyvespolcokat állítják be. A hajdani laktanya helyén épülő Tudásközpont most már az új könyvtárnak és a megyei levéltárnak is helytadó épület lesz, melyben már a befejező munkálatok folynak. 6-áig van határidejük, hogy ezt a munkát befejezzék. Most nagyon roham tempóban, naponta, minden nap itt dolgozva, többi 8 órát dolgozva végzik a feladatot, hogy időben el is kezdhessék, vagy be is tudják fejezni ezt a nagy munkájukat. És utána jön az a fajta kiválasztás, hogy meg kell találni azt a logisztikai partnert, költöztető partnert, akivel a levéltár, illetve a könyvtár át tudja az állományát, a gyűjteményét hozni ebbe az épületbe. Ez hihetetlen nagy feladat. Azt akarom érzékeltessem a hallgatókkal, a tévénézőkkel, hogy kiszámoltuk, hogy becslés alapján, a könyv átlag súlyával számolva, a dokumentum nagysággal felszorozva, leemelés, visszarakás mit jelent? Ez azt jelenti, hogy több 10 tonnát kell megmozgatni, míg az összes dokumentum a helyére kerül. Azzal a különbséggel, vagy azzal a megszorítással, hogy ez nem egyszerű fizikai munka, tehát hogy ezt nem lehet segédmunkásra, vagy egy erős emberekre rábízni önmagában, mert itt fönn kell tartani a könyvtári szakrendet. A könyvtárnak a lényege az, hogy a dokumentumok helyükön vannak, minden megtalálható. 300 ezer dokumentum, vagy 300 ezernél több dokumentum, ha nincs rendben, az teljesen értelmetlen történet. Akkor abból nem lehet tájékoztatni, abból nem lehet találni. Azért nehéz megtalálni a jó partnert, aki egyszerre tudja a könyvtári szakmának a lényegét, a rend fenntartását és ennek a megfelelő elhelyezését. Másrészt ezt a fizikai munkát bírja 2-3 hónapon keresztül. Azokkal az előzetes tárgyalásokkal, amivel mi készülünk erre a helyzetre, azzal szembesültünk, hogy ez biztosan 2-2,5 hónap intenzív munka lesz. Nem tudom megmondani, hogy mikor indulnak el, mikor lesz a szerződéskötés, nem tudom megmondani, hogy ki lesz az a cég, partnercég, akivel együtt fogunk tudni dolgozni. Nyilván az országban túl sok ilyen nincsen, de hát próbáljuk a legjobbat és a legolcsóbbat megtalálni, ami egyszerre megfelel mind a kettőnek. Itt a várossal dolgozunk együtt, a fenntartó önkormányzattal. Az ő döntésük lesz az, hogy ki lesz az a partner, akivel elkezdünk dolgozni, és ők tudják megmondani majd a közbeszerzés megfelelő határideit betartva, hogy mikortól kezdődhet el a munka. Azon már hónapok óta dolgoznak, hogy mi kerüljön a Tudásközpontba, mondja Liphauser János, az Illyes Gyula megyei könyvtár igazgatója. Ez egy nagyon intenzív, nagyon fárasztó, hosszú menetelés lesz. Nekünk is meg lesz benne, a könyvtáros kollégáknak is meg lesz benne nyilván a feladatuk, hisz az eddigi épület szültek esetlegességeket nekünk kell majd egyberendeznünk. Tehát a könyvtári rend az nem olyan, ahogy azt eleve szerettük volna. Nagyon sok helyen, nagyon sokféle raktárban vannak a dolgaink. Ezeket kellene majd összerendezni úgy, hogy egységes
rendezett állományt jelentsen már ebben az épületben. A Tudásközpont megfelel az új évszázad követelményeinek, de ilyennek kell majd lennie a könyvtárnak is, hogy a digitális korban, az online világban is vonza az embereket, az oktatás, az olvasás, a találkozás lehetőségét lássa benne a sok látogató. A könyvtárak már az elmúlt 20 évben nagyon sokat tettek azért, hogy a legmodernebb technikát használják. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor az, hogy számítógép és könyvtár, az két egymás nagyon távol eső fogalomnak tekintették. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak az pont arra bizonyíték, hogy a könyvtárak ezeket a technikai fejlesztéseket meglépték, nagyon fontosak. Az összes dokumentumunk fel van tárva számítógéppel, nagyon erőteljesen zajlik a digitalizációja. Itt elsősorban a Tolna megyeire vonatkozó egyedi dokumentumokat digitalizáljuk, hát nincs értelme Arany János műveit az ország minden részén újra és újra digitalizálni. Itt az egy országos digitalizálási együttműködés keretében elsősorban a helyi vonatkozásokat végezzük mi. Ennek eredményeként ma már Tolna megye összes háború előtti újságja digitálisan elérhető. A legfontosabb megyei lapok már szinte napra készen vannak, és haladunk afele, hogy az összes kis település egyedi kis újságjai, megjelenései valamilyen módon digitálisan elérhetők legyenek, és ezek után indulnak el majd a könyveknek egy olyan fajta feldolgozása, aminek a végén el kell érjük azt, hogy minden Tolna megyére vonatkozó nálunk a látókörünkben megtalálható dokumentum teljes szöveggel elérhető legyen az online térben. Ez egy fontos szempont, de legalább ennyire fontos szempont, hogy az olvasókat legjobban kiszolgáló technikát hozzunk ide. Az elmúlt pár hónapban, fél évben mi arra készültünk a jelenlegi helyünkön, hogy az összes könyvünket olyan módon dolgozzuk föl rádiófrekvenciás tegekkel, ami alapján automatikus kölcsönzést lehet megtenni. Tehát ha van valaki, aki saját maga akarja segítség nélkül használni a könyvtárat, megtehesse, automatikus kölcsönzés jelenjen meg. Ugye ez már számos jelentős magyar könyvtárban elérhető. Ezen az úton megyünk tovább mi is, hogy az olvasókat jobban kiszolgálják. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek könyvtárosok az olvasók jelenlétében. Azt jelenti, hogy a rutin munkánkat nem kell majd csinálni, azt a gép automatikusan el tudja végezni. Sokkal több idő lesz arra, ami igazán fontos a könyvtárakban, arra, hogy az olvasókkal kommunikálhassunk, beszélhessünk, a problémáikat jól meg tudjuk oldani. Én azt látom, hogy a könyvtár az nem csak a dokumentumok tára, hanem egy olyan fajta találkozási, inspirációs pont, ahova az emberek feltöltődni, új ötleteket szerezni, kapcsolatokat építeni, tanulni járnak. Mindezeket a feltételeket pedig biztosítani tudja majd a modern, minden igényt kielégítő épület.